Egyszer, amikor még kicsi voltam, hirtelen felmerült bennem a gondolat, hogyha egyszer csak nekiindulnék, és vissza sem néznék, vajon milyen messzire jutnék? Máig sem tudom, hogy mi volt az, amit akkor tenni akartam. Mert eddig bármelyiket vettük, az borzalmas volt. Ebbe a kis vidám parkba bejöttünk. Dr. Edgar, na, hát ide beszeretnék menni. 500 ilyen. Vajon mi lehet bent ilyen rémizgetős? Haunted House. Kérlek, próbáljuk kideríteni, hogy vajon hol lehet a felvisve, gondolkodom. Szóval, hogy mi lehet, hol lehet az óriáskeréknek a bejárata? Mert most jelenleg csak japánul vannak kiírva a dolgok, és itt tanks. Basszátok meg európaiak, meg amerikaiak, meg mindenki, aki nem tud japánul. Aha, itt lesz a bejárat. Yeah! 800 ilyen felülni a Yokohama-i óriás kerékre. Szóval nem olyan drága, mint például Budapesten, mert ott azt hiszem, hogy a Budapest áj az valami 3000 forint. Most megyünk a Chinatown felé, és Kira azt hitte, hogy ez az étterem, ez a Chinatown. Tokamura, hát ez nem China. Kínába megyünk előtte, mert eljöttünk Japánban, Kínába. Tolcsók a dolgok. Ilyen kajáldák. Ott mi van? Szerintem ilyen bútorárus, vagy ilyenek. Lakberendezés. Rájöttünk, hogy kínaiak vagyunk, mert sokkal jobban bejön ez a hangulat, mint a japcsi hangulat, ez durva. Aj, de menő. Amíg a szem ellát. Who's that Pokémon?
egy kínai restaurantba. Még világít. Az előző munkahelyemen ez volt az első komoly munkám. Az épület belső kiépítése. Maga a dizájn egy kaliforniai terv alapján készült, szóval én csak a kivitelezést csináltam. De eléggé szorított az idő az épület nyitásáig. Kicsi koromban soha nem értettem, mi a jó az óriás kerekekben. Lassúak, és magasra mennek. Ennyi. Egy kör után eluntam az egészet. Sokkal jobban érdekeltek az izgalmas dolgok, mint a hullámvasutak, vagy az óriás vízicsúszdák. De most... azt hiszem, most már talán értem. Az óriás kerekek arra valók, hogy lassan, csak szép lassan átússzunk az égen azzal, akit szeretünk. És közben talán néha beszélgetünk. Igen. Biztos, hogy eljön a nap, amikor majd mindennek vége lesz, és ez is emlékké változik. De az is biztos, hogy mindig eszembe fog jutni majd, amikor ott voltál te, és a többiek, és közösen kerestünk egyetlen valamit, a kék ég alatt. Emlékezni fogok a szél friss illatára. Na, menjünk az állomásra, az ott szembe. Na, jöjj, itt van. És most még egyszer elindulok. Már nem érzem úgy, hogy lenne egy válasz, amit megtalálok majd az út végén. De legalább elindultam. Még egyszer.